kislányok maguk állatok! Hey! Kislányok! Dulakodás után így tették ki Szél Bernadett és Hatházi Ákos független képviselőket a közmédia Kunigunda útjai székházából hétfő reggel. A vasárnap esti tüntetés után több ellenzéki képviselővel együtt az épületben töltötték az éjszakát. Azt szerették volna, hogy petíciójukat olvassák be a tévében. Szél Bernadett videóra vette, amint Hatházi Ákost a biztonsági őrök megakadályozták abban, hogy fölmenjen az emeletre. Ezt akarták? Fegyveres biztonsági őrök tömkelegével gyűzsögtek körülöttünk. Én négyféle szolgálatot azonosítottam be a közmédia épületében, viszont egyetlen igazgató, egyetlen szerkesztő a közelünkben se jött. Most innentől elkezdve próbáltunk körbenézni az épületben, hogy hát ha találunk valahol egy irodát, ahol egy szerkesztő esetleg ücsörög. Megtagadták tőlünk, hogy egy lépcsőn például felmenjünk, közölték, hogy csúszik a lépcső. Minden lelepleződött ezzel, egyelőre sajnos csak a leleplezésnél tartunk. Az, hogy ez a bástya leomoljon, ahhoz még nagyon sok mindent kell tennünk, és azt is tudni kell sajnos, hogy a közmédia az csak a jelképe annak az egészen mocskos és aljas kormány propagandának és annak a dezinformációs diktatúrának, amit itt a kormány kiépített. Minden ellenzéki pártból megjelentek képviselők reggel a közmédia épületénél. A biztonsági őrök nem engedték be őket, de néhányan átmásztak a kerítésen. Arra várunk országgyűlési képviselőtársaimmal, hogy bejussunk a köztévének a területére, hiszen ez egy állami pénzből finanszírozott és állami törvényen létrehozott intézménynek a köz kellene szolgálnia, és elképesztőnek tartjuk, hogy arra hivatkozó, hogy magánterület nem engedik be a képviselőket. Az MTVA feljelentést tesz az ellenzéki képviselők ellen, arra hivatkozva, hogy zaklatták a dolgozókat, és meg akarták zavarni a műsort. Miközben több ellenzéki képviselőt kitessékeltek a közmédia épületéből, illetve az újonnan érkezőket be sem engedték, a reggeli hírműsorokban ezekről a fejleményekről egyáltalán nem számolt be a közmédia. Ehelyett arról beszélnek, hogy milyen migrációellenes tüntetések zajlanak Európa szerte. Kis Gábor, Euronews, Budapest.